Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a Weekend második részében. Első témánk a szelfizés, ami mindenkit érint, gyakorlatilag kivétel azokat, akik itt a stúdióban vannak. Lakatos István lesz nekünk a segítségünkre, akivel mindent kielemzünk majd, ami a szelfizéshez kapcsolódik. Te mennyire vagy szelfiőrült? Sziasztok! Egyáltalán nem vagyok szelfiőrült, tehát ez egy nagyon, nagyon távol áll tőlem ez a dolog, hogy magamat fényképezem nap mint nap, de egyébként nyilván látjuk a Facebookon, hogy ez, vannak személyek, akik percenként megosztanak képeket magukról, úgyhogy igazából ez ilyen személyiségtípus kérdés lehet valószínűleg, hogy ki mennyit szelfizik. Igen, ugye a selfie az gyakorlatilag egy önfotót jelent. Igen. És egyetem miért csinál bárki selfit szerinted, mint fotós? Kérdezlek most. Miért csinál selfit? Ez egy 7-8 éves történet gyakorlatilag. Tehát, hogyha nekem egy nagyon furcsa volt egyébként évekkel ezelőtt, hogy az utcán megállnak emberek és fotót készítenek magukról. Én mai napig egyébként nem azt mondom, hogy cikinek tartanám ezt így, hogy én, de hogyha én csinálom ezt, akkor nekem egy picit fura még, hogy most olyan az emberek itt néznek, hogy miért fotózom le magam, és de nyilván ez sokkal elfogadottabb lett már egy pár év múlva, és manapság ez teljesen természetes. De annyira elérhetővé vált ugye az ember, egy átlag embernek az, hogy jó képeket készíthessen magáról, és nagyon közeli, és megfizethető áron lehet olyan készülékeket vásárolni, ami tűéles képet csinál. És gyakorlatilag nem kell hozzá egy fotóművész, vagy egy fotós, aki lefotózzon ugye a nap akár még szakában, vagy akármilyen tevékenységnél, úgyhogy így mindenki gyakorlatilag fotóssá, és videóssá, vagy operatőré válhat. Hát ez az elsődleges ilyen szempont. És ez a szakma halála is, mármint a fotószakmának nem egészen. Részben, de például összetettem volna a két kezemet, annak idején rengeteget jártunk kirándulni, túrázni, amikor még iskolások, általános iskolások voltunk, és ott ugye mindig meg kellett kérni valakit, hogy fotózz már le minket, hát kölykök voltunk, körültünk, ha van egy mechanikus fényképezőgép a kezünkben, mekkora nagy találmány lett volna akkor, és akkor nem kellett volna mindig megkérni valakit, hogy fotózz már le, légy szíves. De azt is csak úgy tudtad volna tökéletesen prezentálni, hogyha mindezt egy selfie bottal készíted. Ja, hát igen, úgy meg aztán még ugye? Inkább, mert akkor a háttérben a vár is látszik, nem csak mi. Így van, hát azért vannak alapszabályok, nem tudom, mennyire fogunk majd kitérni ezekre, hogy mi az, amiket így végig érdemes menni, mielőtt egy selfie-t el akarunk készíteni. Na hát akkor kezdjük el. Kedves nézőink, tippeket adunk arra, hogy hogyan kell tökéletes selfie-t készíteni. Első tipp. Hallgatunk. Első tipp, ezt úgy mondom, mint aki nem napi szelfizős, de ezek alapelvek, tehát gyakorlatilag ez, hogyha betartjuk, akkor biztos a siker. És gyakorlatilag az első olyan fontos momentum az, hogy a kamerát, amivel készítjük a felvételeket, azt teljesen megtisztítjuk a szennyeződésektől, azért, hogy a lencse ne torzítson, ugye, akár, vagy ne legyenek rajta olyan szennyeződések, amik ugye utólag már a képet befolyásolják. Hogy... Mi történt Enikő közben, hamiskás mocsai? Szóval belegondoltál, hogy soha nem csináltad meg ezt. Nem, az a baj, hogy én hozzátok képest elég sokat szelfizek, és ez rendszeresen kimarad. Tehát már itt bukik. Tehát már az elején elrontottad. Igen. De akkor ezt majd lehet pótolni. Oké, jegyzetelek, figyellek tovább. És hát nyilván tudod, vannak ilyen mikroszálas törlőkendők, megtörlöd a kis lencsét, vagy az optikáját a kamerának, és már ugye adotta az eszközöd arra, hogy elkezdhessd. Aztán második pontban lehet ilyeneket, vagy ezt venni, hogy tereprendezés például. Uh-huh. Tehát ugye nem mindegy, hogy milyen háttér van ott a képen, és ugye a selfie az arról szól, hogy itt az egyén van előtérben, tehát ugye minket tehát saját magunkat akarjuk előnyösen látni, és minden zavaró tényezőt, ami esetleg befolyásolja azt, hogy ránk irányuljon a figyelem, azt így valahogy így el kell tüntetni. Tehát egy szép háttér az mindenképpen elengedhetetlen, tehát fontos. No, én behoztam a telefonomat, kivételesen most először és utoljára ígérem. Tehát első lépés az az, hogy megtakarítom a kis lencsémet. Igen, és ha nincs mikroszálas kendő, akkor jó, ugye? Az teljesen jó, így van. Most prezentálunk egy selfie készítést itt a kollégákkal, aztán kielemezzük, hogy mi ebbe a hiba, vagy hogyan lehetett volna ezt még jobban. Ja, hogy én is benne... Persze, gyere, te is. Jó lesz a háttér, azért azt nézzétek meg, hogy nincs ott semmi szennyes, stb. Beletegyük az operatőrt is? Persze, hogy beletesszük, igen. És akkor időzítőre van beállítva. Az nagyon jó. Igen. Az nagyon jó. És Enikőről tudni kell, hogy ő csak grimaszolva tud selfit készíteni. Semmilyen másfajta nem tudok.
No, és akkor ezt mindjárt meg is nézzük nagyba. És közben egyébként mondom még akkor, mert van nagyon sok ilyen fontos dolog, amire figyelhetünk, és tényleg azért sokkal értékelhetőbb képek készülnek, hogyha ezeket így figyelembe vesszük. Na most ugye beszéltünk a lencse megtisztításáról, az előkészületről, és nagyon fontos az, hogy milyen fényviszonyok között készítjük a képeinket. Uh-huh. Itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a stúdióban, mert gyakorlatilag árnyékok nincsenek az arcunkon, de most egy átlag felhasználót tekintve, azért törekedjünk arra, hogy a természetes fényt találjuk meg mindig. Uh-huh. Tehát attól szebb nincs. Hát ez majdnem természetes ez a lámpa. Ha otthon vagyunk, akkor az ablak előtt teljesen szép vetületei vannak a fénynek, és próbáljuk úgy fotózni magunkat, hogy a természetes fény az nyerjen értelmet. Ha nyilván, hogyha a neon vagy más ilyen beltéri fényeink vannak, az egy picit nehezíti a dolgot, de ott is lehet játszani ezzel. És egyébként a kamerának a szöge, az, hogy hogyan állítjuk, az sem mindegy. Tehát gyakorlatilag ugye a lencse is olyan, hogyha alulról fotózod magad, akkor az torzít picit, vagy hogyha nagyon, nagyon felkomponálod a fejed. Tehát így van. Tehát ezekre nyilván mindenki ismeri az arcát elsőlegesen, ez a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy mik az előnyös és mik a kevésbé előnyös. Igen, ugye szelfiknél általában az szokott az első fontos tényező lenni, amit akár napokig is tanul egy-egy alany, hogy melyik a legelőnyösebb profilom, hogy előnyös engem fotózni, hogy legyen a fejem, felemeljem, jobb profil, bal profil, tehát nyilván ezt is ki kell tapasztalni. Viszont a tapasztaltakról meg tudjuk nagyon jól, hogy általában a póz ugyanaz, viszont a háttér ez is egy hiba egyébként, hogy az unalmas lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha arra törekszünk, hogy minél változatosabb helyszíneken, minél változatosabb arcunkat meg tudjuk mutatni, akkor nem egy unalmas sorozatot kapunk. És egyébként arra is szerintem figyelni kell, hogy percenként megörökítjük magunkat, tehát az nem egy jó dolog. Tehát a legszebb, nem tudom, embert is meg lehet túlni, aki folyamatosan posztol magáról. Tehát, hogy egy két-három naponta, hogyha valaki kitesz magára a képeket, és próbál arra törekedni, hogy változatos helyszíneken, akkor az egy ilyen izgalmas dolgot ad ennek. Mi a helyzet a filterekkel? Ugye erről is beszéltünk itt egy picit a műsor előtt, hogy akkor tegyünk rá, ne tegyünk rá, mennyit kell. Na még a filterek előtt egy nagyon rövid kiegészítés, a kép megkomponálása. Itt vannak itt is alapszabályok, YouTube-on könnyen elérhető egyébként egy-két ilyen információ erről, a harmadolás, aranymetszés szabálya. Ezeket, hogyha figyelembe vesszük, akkor tényleg, tehát gyakorlatilag egy profi képet el tudunk készíteni, és akkor ezután, hogyha ez elkészült, akkor már ugye az utómunka következik, és akkor jöhetnek szóba ezek a különböző appok, amik színezés, fénykontrasztállítások, amik ugye a nyers képet feldobják. Na és akkor most már a kedves nézők is láthatják ezt a csodálatos szelfit, amit itt elkészítettünk. István, mik a hibái? Hát kezdjük azzal, hogy sarokra állítottad a kamerát, tehát... Nagyon el kell fordítanom az arcomat, hogy igen, el kellene fordítsuk a fotót, hogy valahogy... És nézd meg, hogy hova tetted magad, tehát alulra komponáltad, és ott már a testet is picit így elhúzza a lencse, tehát ugye ez a széles látószögű. De ez egyébként ilyen tipikus hiba, nem? Tehát, hogy nagyon sokan így fordítanak. Próbáljuk meg a kameránál középre tenni magunkat, és az nem fog torzítani. Az biztos. Jó, oké, tehát egyenesen tartjuk a kamerát, és középre tesszük az arcunkat. Vagy ha nem is középre, de abban a sávban, ami nem a szélein van a kamerának, tehát nem a sarokpontokban. Hát a harmadoló pontokban, ugye így ezt van, a fotósok van, tudják, aki van. Pedig nem, az majd utána néz. Mi az, ami jó, akkor mondjunk valamit arról is. A grimaszod. A mosoly az mindenképpen jó, de a grimasz is egyébként. Na, köszönöm szépen. Tehát, hogy egy változatosságot tettünk bele, nem egy unalmas, mosolygós képen. Köszi. És az, hogy a háttérben ott van Dani kollégánk. Igen, csak igen, nagyon a kép tetején van. Exkluzív. Na, hát István, nagyon szépen köszönjük a tippeket. Szerintem tudtunk volna még erről beszélgetni nagyon sokáig. Kimerítettem a téma, úgyhogy. Igen, és mindenkit érdekel, és úgyhogy szerintem majd egyszer még folytatjuk ezt a témát. Így legyen. Köszönjük szépen. Imi, mondj egy verset, című estjével lépett fel Csúlya Imre színművész a Bencs villában kedden. Az Üvegtigris Csoki bácsia pedig természetesen stábunknak is adott interjút. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, de lángoktól ölelt is ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. És ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom.
Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki képen száll fölébe, annak térképe táj. És nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Hogyan született meg ez az est, ez a Mondj egy verset, Imi? Ez tulajdonképpen 5 éves koromra vezethető vissza. Én hajdunálási vagyok, itt a 32 kilométerre. Egy kis nádfedeles házban éltünk, és hát a nagyanyám már akkor rokkant nyugdíjas volt, és az volt a rögeszméje, hogy nekem verseket tanítson. Így aztán én nem is jártam óvodába, hivatalos óvodába, mert ugye ő tudott rám vigyázni, mert ráért, és hát ugye időmilliómosok voltunk, mert nem volt se tévé, se rádió, se víz, se villany, se gáz, semmi. És akkor nappalokon, hosszú téli estéken, amíg még nem tudtam olvasni, 4 éves koromban, akkor ő felolvasott, és hallás után tanultam meg a Nyám tyúkját, meg ilyen verseket, meg a János Vitézt, a Toldit, aztán amikor tudtam olvasni, akkor már én is nagyon örültem, 5 éves koromban megtanított olvasni és írni. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésre, úgy született az esnek a címe, hogy akkoriban az emberek összejártak munka után tanyázni, beszélgetni, pletykálkodni, és amikor kifogytak a pletykából, akkor nagyanyám vagy valaki a résztvevő közül azt mondta, hogy Imi, mondj egy verset. Na és akkor én erre visszaemlékeztem, és ugye volt egy vizsga előadása a Jónás könyvéből, az egy báb előadás volt, egy báb vizsga volt a Berecki Csillának, és elkezdték hívogatni. Főleg a bábszínházak, de aztán hamar kiderült, hogy az rövid, az önmagában csak egy 30 perces mű, és akkor kitaláltam, hogy elérakok még egy 30-40-50 percet, és mi legyen a cím? Hát kézenfekvő, hogy Imi, mondj egy verset. És milyen verseket válogatott össze ebbe a műsorba? Ebben vannak úgynevezett slágerversek, Anyám tyúkja, a Családi kör, Életveszélyes, mert ezeket mindenki ismeri, az Eszmélet József Attilától, Kosztolányitól a Boldog szomorú dal, ugye Radnóti nem tudhatom, azt is mindenki ismeri, aztán Adi verseket, a Krisztus kereszt az erdőn, az Úr érkezése, az Isten balján, a Gárdöleszten, a Fiam bölcsőjénél, az Őskaján, a Temetetlenül, az Őrizem a szemed, a dal a rózsáról, és a Babics Jónás könyve. Ezek közül van olyan, amelyik igazán nagy-nagy kedvence? Hát ezek olyan hatalmas költök. Éppen most, ahogy készültem erre az estre, hát ugye újra olvasom, memorizálom, hogy felkészüljek rendesen. Hát olyan hatalmas költőóriások ezek, ez az Adi is, hát szóval, hát Arany Jánosról nem is beszélve. Szerintem megkockáztatom, hogy ő a legnagyobb magyar költő. Iszonyú hatással voltak tehát a utódaira, utókortársaira és a mai kortárs irodalomra is. De hát azért Adi egészen elképesztő. Meg a Petőfi. Meg hát tudja, ezek az emberek annyira fiatalon haltak meg, hogy mindig az vágja homlokon az embert, hogy tudtak ilyen rövid életük alatt ilyen csodálatos műveket írni. És ennyit. Elképesztő az életművük. Jobban kedveli a verseket, nótákat, effélét csinálni maga is próbálvat. Pendül a kapamost, leteli a gazda. Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt fel, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög! Vagy ha nem, hát... Lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves... Jó estét! Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepettingével, mélyre van az szántva az életekével. De amint körülnéz a vígcsemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó házi asszony. Illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evető már, a gyerek sem éhes, de a férj unszolja, gyer közelebb, édes! Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek.
De olyan kizörget. Nézd ki, fiam, Sára. Valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha anyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen? Hányszor adta már elő ezt az estjét, és nagyon sok helyen? Viszonylag igen, viszonylag. Hát igen, szerintem, hát nem tudom, 70-szer. Nem is tudom, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, de hál' Istennek hívogatják. Most Szántódon voltam, legutóbb, aztán Fertőszentmiklóson, Székesfehérváron is, majd megyek Salgótarjánba, most itt vagyok, Zalaegerszegre megyek holnap után, mondjuk az egy beszélgetős műsor lesz, de elhangzik benne a Jónás könyve. Úgyhogy hál' Istennek elég sokat hívják. Valahogy így szájhagyomány útján, már a neten szájhagyomány útján elterjedt, hogy van nekem ez az Imi mondj egy verset, és akkor hívogatnak. Én ezt különösebben nem hirdettem meg sehol, hanem rábíztam a sorsra, meg az érdeklődésre. És hál' Istennek van a magyar közönségben érdeklődés az irodalom iránt. A színházban milyen az idei évada? Erős, erős. Igaz, eddig csak egy bemutatón volt, ez a Second Hand, amit a Bagosi László rendezett a rendező hallgatóival együtt. Úgyhogy nekem most volt egy hosszabb pihenőm, ami rám is fért, mert előtte tavaly mutattuk be a negyedik Henriket, ahol magát a címszerepet és a Falstaffot játszom, mert ezek azért olyan egytőről fakadnak, nagyon hasonlítanak. Úgy találtam mondani a múltkor egy ilyen beszélgetés kapcsán, hogy képzeljék el a Tiszát, az a Henrik, és képzeljék el a Szamost, az a Falstaff. És ahogy robog a Szamos a Tiszába, a Falstaff a Henrikbe, egyszer csak elkezdenek egymással párhuzamosan haladni, aztán szétválnak picit, hogy megint összehúzzanak. Szóval egy kicsit a Falstaff henrikes lesz, a Henrik egy kicsit falstaffos lesz, és ettől nagyon izgalmas a dolog, mert a két jellemet úgy kell ábrázolni, hogy tulajdonképpen nagyon sok a hasonlóság bennük, és hát azt is markánsan ki kell hangsúlyozni, hogy mi az eltérés. És a filmes munkái hogyan alakulnak mostanában? Majd folytatódnak a mi kis falunkra célzott gondolom, úgyhogy megnyugtatom a nézőket, hogy folytatják. És mikor fog forogni, illetve mikor láthatjuk majd a televízióban, azt lehet már tudni? Az már leforgott, azt nem tudom, hogy mikor lesz újra. Hát gondolom az idén kora tavasszal, késő télen, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mikor. Válogat a Kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán gyúk a nyóhát, jól megbecsüljeken magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jól légy, morzsa. Kedvet ne kapj a tyúkhúsra. Élj a tyúkkal, barátságba. Anyám egyetlen jó szága. Csúlya Imrével láthattak tehát egy beszélgetést itt a Kölcsei Televízióban, és ugye volt már ma szó a szelfizésről, a szelfimániáról, és ehhez talán szorosan kötődik maga a közösségi média, úgyhogy most ezt is egy kicsit kivesézzük, méghozzá Gyetvai Szilárddal. Szia, üdvözlünk a stúdióban! Szia! Mikor is vett át egészen pontosan a közösségi média a hatalmat gyakorlatilag minden felett? Hú, hát így, hogy minden felett, szerintem úgy az elmúlt 5 évben, de már az elmúlt 10-15 évben is volt már ennek jele, kezdve ugye az első tematikus fórumokkal, kisebb közösségi oldalakkal, és egyre nagyobb figyelmet és egyre több időt töltöttünk ezeken az oldalakon, most meg már a legtöbben már csak ezt nézi, úgyhogy olyan 5 éve. Húha. Ugye az kiderült, hogy te nem vagy szelfimániás, közösségi média használata, hogy ez? Hát Facebook profilom van, és szoktam is nézegetni, de alapvetően nem vagyok az az ember, aki rátapad és órákon keresztül kőkeményen nyomja, ha szabad így fogalmaznom. Én annak idején még ugye az IVIF korszakban léptem ebbe be.
Az hány éve is volt pontosan? Borzasztóan nagyon sok. Nagyon-nagyon régen, legalább 10, nem? Így van, igen. Igen, tehát ott indult ez a történet, amikor ugye egymásról készült fotókat láthattunk, meg profilunk volt, és aztán ezt váltotta a Facebook, az Instagram és az összes többi ilyen. És tulajdonképpen tényleg átvette úgymond a hatalmat az életünk felett, hiszen a közösségi terek azok is beintegrálódtak a számítógépekbe és az okostelefonokba, és itt éljük az életünket. Igen. De vajon miért lehet ez? Szerintem nagyon nagy összefüggés van azzal kapcsolatban is, hogy ennyit fejlődtek a mobiltelefonok. Állandóan a zsebünkben van, folyamatosan használjuk, és ehhez hozzá folyamatosan jelez, értesítéseket küld, és egyszerűen már mindennapi részünké vált. Hogyha még mindig ott tartanánk, hogy le kell ülni a kis asztali számítógép elé, hogy egy kicsit ivivezzünk például, akkor nem lenne ekkora létjogosultsága. De ilyenkor bármikor van egy szabad 5 perc az embernek, nem az, hogy szétnézne a külvilágban, hanem előveszi a telefonját, megnézem, jött-e üzenetem, válaszolok rá, értesítéseket nézek, híreket nézek, mindent a közösségi oldalon keresztül elérve. Tehát tulajdonképpen a legnagyobb fő bűne a technológia fejlődésének az, hogy mindig kéznél van. Így van. De ugye nem csak a, hát muszáj kimondani, de Facebook számít közösségi médiának, hanem gyakorlatilag a YouTube is, vagy a Skype, tehát nagyon sok olyan alkalmazás van, ami függővé tesz minket, és én találtam egy nagyon érdekes statisztikát, hogy az elmúlt egy évben naponta több mint 1 millió új felhasználóval nőtt a legnépszerűbb közösségi felületeket használó emberek száma. A napi 1 millió felhasználó azt jelenti, hogy másodpercenként 11 új felhasználó csatlakozik valamelyik felülethez. Ez azért félelmetes szám, nem? Nagyon. Ha most arra gondolunk, hogy mikor bejött az iVIV, és hirtelen még én arra emlékszem, hogy mikor a suli kezdés volt, azt sem tudtuk, hogy mi az, de már a téli szünetben már mindenki fent volt, és mindenki majd küldöm iVIV-ben a dolgokat. Ugyanígy, ahogy bejött a Facebook, egy 3 hónap alatt ugye az iVIV-ről átpártoltak az emberek, és egy 1,5-2 millió ember pártolt át a Facebookra. Most pedig a feltörekvő piacokon, például India és az ázsiai országokban nő a legjobban a tábora a Facebooknak, meg így Magyarországot is nézem, mondjuk az idősebb korosztály, így ez ilyen globális szinten is van, eddig a fiataloknak szólt, mindenki ott volt fent, most már egy picit kezdik ki lenni a fiataloknak, hogy már fent van nem csak az anyuka, apuka, hanem nagymama, nagypapa. A kutya is, a macska is. Igen. Külön profillal teszem hozzá, így ez van. Nagyon fontos, igen. És ráadásul rengeteg közösségi oldal van. Ugye a Facebook az piacvezető, de viszont minden kisebbik oldal is már lassan hozzá tartozik, mert vagy lemásolja, vagy megvásárolja. És egyszerűen fontosan fenn kell tartani ezt az interakciót, azt a jelenlétet nekik, hogy az emberek tényleg ott töltsék az idejüket, hogy nagyon sok embernek az internet az annyit jelent, hogy felmegyek a Facebookra. Pedig hát ennél azért sokkal többet nyújt az internet maga. Igen. De ha már egyszer így rabjaivá váltunk a közösségi médiának, akkor ugye észrevehető az is, hogy leülnek például a családok vacsorázni, és nem egymással beszélgetnek, hanem mindenki a telefonját nyomkodja. Ezt látjuk étteremben, látjuk kávézóban. Majdnem előttünk tinédzsereket, akik a telefonjukba bukva átmennek ugye előttünk az ebrán. Ha ennyire rákattantunk, akkor ezt hol lehet fölismerni, és hogy lehet megfogni, hogy azért próbáljunk meg egy egészséges keretet tartani? Hát szerintem ez korosztály független, mert a kicsik már ebben ülnek fel, mert ők már megszokták ezt a képernyővakságot, hogy tényleg csak arra figyelnek, de viszont idős korosztályban és saját családunkban is látom azt, hogy egyszerűen nem tudnak meglenni a saját telefonjuk és a közösség oldalak nélkül. Sajnos van ilyen, ezt úgy lehet észrevenni egyébként, és azt például a saját példámon is észre tudtam venni, hogy már ha egyből rezget a telefon, pittyeget, már nyúlunk érte, már aggódunk, hogy valakinek nem írtunk vissza. Ez a felgyorsult világ az, ami miatt ezt így még jobban elősegítette, hogy egyszerűen nem kell minden egyből reagálni. Ott van helyszínen a család, sokkal fontosabb, épp egy ebéd, fél óráról van szó konkrétan, amikor lehet egész héten akkor van együtt a család, mondjuk egy vasárnapi ebédnél, hogy akkor van gond, hogyha már tényleg sokkal fontosabb egy ismeretlen értesítés, vagy bármi hasonló megtekintése, mint mondjuk a körülöttünk lévőre figyelni. Szerintem ezt mindenki tapasztalja, például, ha valaki elmegy szórakozni is, vagy étterembe, és egy romantikus étteremi vacsora közben is azt lehet észrevenni, hogy a pároknak ott a telefon. Nincs, tényleg az 1 óra azért mennek el, azért ülnek benne. Ilyenkor lehet felismerni, hogy gond van. És most, hogy mondtad, eszembe jutott, hogy én az egyik ismerősömnek egy pár napja nem válaszoltam, bocsánat, éppen leszokóban vagyok a közösségi média használatról. Egyébként van egy ilyen, hát félig poén, de szerintem nem teljesen, hogy aki nincs fent ezeken az oldalakon, az nem is létezik az az ember. Ez poén, vagy van valóság alapja szerinted? Van valóság alapja, mert olyan érzés, mintha lenne egy osztály, amiből csak te maradsz ki. Ez is ugyanolyan, hogy mindenről lemaradsz, ha nem vagy fent. Ugye a Facebookon kezdenek elterjedni a népszerű úgymond mémek, vagy bármilyen új hírek, vagy mindent ott tudunk megbeszélni egymás között. Ugye mindenki maga köré alakítja ki azokat az embereket, oldalakat, akiket követni szeretne, de van egy olyan gyűjtő réteg ennek az egésznek, és egyszerűen kimarad az ember, úgyhogy ha nem vagy fent, nem létezel.
az emberek számára. Hát igen, hiszen ugye mindig ott vannak a legfrissebb videók, ott vannak a youtuberek, ott vannak az influencerek, és mindenki erről beszél, és hogyha én nem vagyok ott, akkor kimaradok az egészből. Tehát tulajdonképpen kilök magából a társadalom magyarán. Igen. Szóval egy kicsit ugye drasztikusan fogalmaztam, de jóformán most már tényleg ez a helyzet. Igen, hát ez olyan, mint mikor a régen, amikor valaki nem olvasott újságot, lemaradt mondjuk pár hónappal, de most már annyira sok az információ, hogy valakinek mondjuk nincs Facebookja, vagy csak nem nézi meg egy mondjuk egy hónapig, annyi mindenről lemarad, hogy egyszerűen kimarad. Már hogyha egy napig nem nézem meg, már akkor nagyon sok mindenről le tudok maradni, és ugye ennek a túlzott közösségi média használatnak egyébként nagyon sok negatív hatása is lehet. Gondolok itt arra, hogy irigykedek arra, hogy az ismerősöm a Maldív-szigeteken nyaral, én meg dolgozok. Igen, hát szerintem pont ugye a szelfivel is összekötető, hogy ez a görbe tükör a valósággal szemben. Nagyon sokan már inkább meg akarnak felelni azoknak az embereknek, vagy a világ felé, amit kimutatnak, nem pedig a körülöttük lévőnek. És a másik, hogyha esetleg a valóságot is látjuk, akkor még jobban rosszul érezzük magunkat. Negatív hatása van, hogy mindenki körülöttünk nyaral, akkor én miért nem megyek, körülöttünk mindenki boldog, eljegyzése van, babát vár, minden, hogy egyszerűen nyomasztó. És akkor ugye az ember felvesz egy maszkot, és ugyanazt a világot próbál mutatni, hogy ő is jól van. És akkor az emberek megint ezt látják, úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen nagyon negatív, romboló hatása van az emberekre. Úgy gondolom, hogy nem a fontos értékekkel hát értékeljük, mint magunk körül, hanem mindenki egy ilyen álomvilágot próbál maga köré felépíteni. Ilyen kirakat élet alakul ki tulajdonképpen, igaz? Na, de azért azt is meg kell említeni, hogy azért van jó oldala is ennek a közösségi médiának. Nekem például a legjobb barátném az ország másik csücskében él, és így legalább látom, hogy mi van vele, meg tudok vele gyakorlatilag ingyen beszélni. Igen. Szerintem pont ez lenne a lényege, ezért is találták ki, csak egyszerűen ugye a nagyobb márkák is megellátták ezt, hogy itt lehet a legjobban elérni az embereket, mert mindig fent vannak, és túl sok ez, és nyomatják az embereknek azt a folyamatosan érdekes információkat komoly szakemberekkel, hogy mindig függők legyenek az emberek. És közben meg az lenne a cél, hogy igen, hogy olyan embereket érjünk, akik messzebb vannak, vagy lehet, hogy egy ismerősen pont annyi időm ma, hogy beszéljek vele 5 percet, mert mondjuk a felgyorsult életünkben nincs erre alkalom. Szerintem ez még most fog így lecsengni ezt, hogy az emberek folyamatosan fent vannak a közösségi oldalakon, mert van ez az újszerű hatása, de szerintem idővel szép lassan megtalálja maga helyét, és csak a hasznosabb rész fog megmaradni a legtöbb ember számára. Pont ezt akartam kérdezni, de válaszoltál is rá, hogy vajon meddig fog ez menni, de akkor remélhetőleg előbb-utóbb föl fogjuk fedezni az igazi értékeit, és meghagyjuk annak, amire való. Ámen, így legyen. Szilárd, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és megosztottad velünk ezeket. Kedves nézőink, én azt hiszem, hogy most is kellőképpen színes és információban gazdag weekendet láthattak. Kollégáim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Tartsanak velünk jövő héten is, amikor bemutatjuk majd többek között a Jós András Múzeum új kiállítását, a jégkorszakot, és addig is kellemes hétvégét és jó pihenést kívánunk. Viszontlátásra!